Köszöntöm kedves nézőinket, Aranykor című műsorunkat láthatják. Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Asszisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. December 25-én ünneplik világszerte. Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionálisan keresztény ünnep, sok nem keresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként. Egyes ember életében egy központi szerepet játszik a karácsony. Vége lesz az évnek, iskolai szünet van, és pihenő napok vannak benne, és ezt kellene észrevenni a karácsonyban, hogy rámutat magára Jézus Krisztusra. A karácsony jelentőségét mondja el Kovács István, görög katolikus parókus. Kiemelte, ez az ünnep fontos minden ember számára, hiszen ebben az időszakban több időt tölthetünk szeretteinkkel. A karácsony első napja, tehát a 25-e, meg a másodnap, harmadnap, stb. Sorolhatnánk, ezek mind a családnak az olyan ünnepe, amikor mások is jelen vannak. Tehát nem csak a szűk családi kör, hanem mások is, és akkor evésben, ivásban, pihenésben töltik az emberek ezt az időszakot. Kovács István elmondta, a keresztény kultúrkörben a karácsonykor megszületett kis Jézus azért jön a világra, hogy az emberek többet lássanak. Karácsonyban fel kell fedezni azt, hogy az Isten azért jön el ebbe a világba, hogy az ember többet lásson. Mit jelent az, hogy többet látni? Azt, hogy ne csak a saját életét lássa az ember, és ne csak a saját szomorúságát, szenvedését, vagy akár örömét, vagy ne csak a másik embernek az örömét lássa, és ezáltal benne szomorúság működjön, vagy irítség, hanem az, hogy vegyük észre, hogy az Isten azért jön el ebbe a világba, hogy minket egy kicsit megtanítson más szemüveggel nézni. Megtanítson arra, hogy mit jelent egy istállóban megszületni. Hát Jézus Krisztus egy istállóban születik meg, nem egy királyi palotában. Jézus Krisztus a szenvedőkkel, a betegekkel, a szeretetlen körülmények között élőkkel közösséget vállal. Nézzük csak meg az embert, bármilyen gazdag, bármennyire sok minden van az életében, azért belül ő egy egyszerű ember, akit az Isten megteremtett. És hogyha ezt az egyszerűséget nézzük az emberen belül, nem a külcsínyt, nem a külsőségeket tekintjük, hanem csak tényleg a szívnek a belsejét nézzük, akkor rádöbbenünk arra, hogy lehet bármink ebben a világban, ha belül hiányosak vagyunk, ha belül nincs kitöltve az az űr, ami az Istennek van szentelve az életünkben, akkor mi legyünk a legszegényebbek. Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális keresztény ünnep, sok nem keresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként. A modern és népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, a templomi ünneplések, a karácsonyi ebéd és az ünnepi díszítés. Karácsonykor ne csak a külcsínyeket nézzük, ne csak a csillogást, ne csak a fenyőfát, ne csak a díszeket. Még megkockáztatom azt is, hogy ne csak azt, amit betlehemi jászolnak nevezünk, és fel van állítva akár itt nálunk a parókián is kívül az udvaron vagy a főtéren, hanem lássuk meg azt, hogy Jézus Krisztus azért születik meg ebbe a világba, hogy az ember ne legyen egyedül, hogy az ember és az Isten között lévő szeretet kapcsolatot helyreállítsa, és majd húsvétkor a föltámadásban megváltsa az embert a bűneitől. A mi bűneink miatt születik meg az Isten fia. A mi bűneinkért, amit öröklünk Ádámtól, Évától, meg amit elkövetünk magunktól. Tudjuk nagyon jól, hogy az embernek sokkal könnyebb mindig a rosszat megtennie, mint a jót. Rosszért nem kell küzdeni, a jóért viszont kőkeményen. És itt ezt a küzdelmet láthatjuk ebben is. Amikor Szűz Mária és Szent József elindulnak, és az istállóban megszületik Jézus Krisztus, és egy jászolba kell fektetni, ott az állatok között kell ennek a csecsemőnek megszületnie, hát eléggé rossz körülményeket látunk. És mégis megtörténik a csoda. Mégis megtörténik a csoda, és ebből a rendezetlen istállóból egy rendezett szülőszoba, egy rendezett családi fészek lesz. Ugyanígy a mi szívünkben, abban a rendezetlen istállóban az Isten képes rendet teremteni. Mondjuk így talán, hogy a káoszból kozmoszt. És hogyha a kozmosz megvan, az élhető körülmény bent a szívünkben, akkor az emberek között is élhetőbb körülmények lesznek, mert az ember arra fog törekedni, hogy mindenhol kozmosz, vagyis rendezett világ legyen a környezetében. A karácsonyi ünnep szellemiségéhez és jellegéhez hasonlóak már korábban is léteztek, például a pogányok téli napfordulós megemlékezése. Miután a kereszténység államvallássá vált, hivatalos ünneppé nyilvánították Jézus születését. Napjainkra családi vonatkozása felerősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándék. Ünnepele.
Immunrendszerünk erősítése rendkívül fontos a téli hónapokban. Ez számos apróságnak tűnő dologgal egyszerűen kivitelezhető. Ilyen például a rendszeres testmozgás, a megfelelő természetes vitaminbevitel, illetve lelki életünk rendben tartása. A szállítás közben ne menjen tönkre, és amikor megérkezik a célhelyre, akkor valami nitrogéngázzal befújják. Immunrendszerünk erősítéséről beszél Kemény János, házi orvos. Mint mondja, kiemelten fontos annak védelme, ugyanis a különböző kórokozók, baktériumok, vírusok, gombák, élősködők, paraziták támadásait védi ki nap mint nap. Helyes működését számos tényező befolyásolja. Sok tényező van, elsősorban életmódi tényező, beleértve az általunk elfogyasztott ételeket, tápanyagokat, vitaminokat és egyebek. A másik pedig a tápláltsági fokunk, bár ez is az életmóddal kapcsolatos, az éhező embernek sokkal gyengébb az immunrendszere, bár erre vannak ellen példák is. Ezen kívül öröklött betegségek, öröklött hajlamok is befolyásolják, és nem utolsó sorban, sőt talán nálunk leggyakrabban az, hogy milyen gyakran betegszik meg valaki. Továbbá a házi orvos úgy véli, mindenképpen jelzésértékű, ha valaki többször beteg. A teherbíró képességünk csökkenése, fáradtság és gyengeség, ezek immunrendszerünk legyengülésének jelei. Lehet betegség jele, és lehet egyszerűen fáradtság jele, például a teherbíró képességünk lényegesen kisebb, mint szokott lenni. A fogyást is okozhat, de ettől a túlsúlyosaknak nem érdemes legyengíteni az immunrendszerüket. És elsősorban az, hogy többször beteg. Tehát, hogy rendszeresen náthás, az allergia is egy immunhiba tulajdonképpen. Nem azt mondom, hogy gyengeség, de immunhiba. Ugye kisgyerekek, hát gyerekgyógyászként ezt tapasztalom leggyakrabban, sorozatban betegek, amikor ősszel bekerülnek a közösségbe. És ahogy javulna, úgy kapja meg a következő, vagy ahogy magához térne egy betegség után, megkapja a következő immunpofont, és megint lesüllyed. Így aztán rövid idő után már a békafeneke alatt van a immunvédekezése, tennünk kell ellene. Néhány házi praktikára odafigyelve azonban kiküszöbölhető immunrendszerünk betegsége. Természetes vitamindús ételeket fogyasszunk bőségesen, nem elsősorban primőröket, mert abban sokkal kevesebb van, hozzátéve, hogy az egyéb zöldséggyümölcsben is kevesebb van, mint régen. Ez is egy házi praktika tulajdonképpen. Ha megfáztunk, akkor én nagyon szeretem, sőt akár anélkül az illóolajokat, amik egy nagyon régi módszer. A csecsemők védve vannak általában, legalábbis a szoptatott csecsemők, de hát anyatejet nem ajánlhatok mindenkinek. Úgy gondolom, hogy oda kell figyelnünk, hogy mit eszünk, mindenképpen mozognunk kell, mert a testünket is kondiba kell tartani, és nagyon lényeges, hogy az immunrendszer is lelki befolyásunk alatt áll, a saját lelkünk befolyása alatt. Tehát jó lenne a lelki életünket is rendezni, és akkor valószínűleg sokkal kevesebbet lennénk betegek. Kemény János elmondta, a természetes vitaminok híve, és mindenkinek a napi rendszerességű zöldség és gyümölcs fogyasztást ajánlja. Például a déli gyümölcsök, de nem tudjuk pontosan, hogy ezek hol élnek meg, mert amikor leszedik, még nem érettek. Úgy gondolom, hogy minden, azt mondják, hogy mindent a honos gyümölcsöket érdemes enni, például az almát. Hát télen nincs nagyon nagy választék. Nincs nagyon nagy választék, illetve legalábbis magyar termékből nincs nagy választék, de hát a C-vitamindús, nem csak gyümölcs, hát a zöldségek. Nem tudom, hogy a paprika, paradicsom igazán zöldség vagy gyümölcs, de hát tudjuk a C-vitamin tartalmát és a csicsókának, és a vörös, bogyós gyümölcsöknek kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk. Nem csak C-vitamin van, hanem a A-vitamin, az E-vitamin, az ásványi sók, a szelén, a cink, a vas nagyon fontos, és a többi is.
Hozzátette, tudatosan kell vigyáznunk egészségünkre, hiszen a mindennapok során immunrendszerünk számos megpróbáltatásnak van kitéve, ezért kiemelten fontos, hogy helyes táplálkozással, rendszeres testmozgással és megfelelő vitaminbevitellel hozzájáruljunk annak működéséhez. Az csinál egy ilyen gyors vizsgát. Újabb lakásdíszítő foglalkozás a Munkás Művelődési Központban. A két hetente megtartott kézműves délutánon apró, de ötletes ajándék, illetve dekortárgyakat készíthetnek a résztvevők, amelyen ezúttal karácsonyi asztaldíszeket alkothattak. És akkor tudod, mert akkor erre megmutatom. Készülnek az ünnepi asztaldíszek. A Munkás Művelődési Központ által megrendezett, már hagyománynak számító kézműves szakkörön ezúttal a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dekorációkat készíthették el a barkácsolni vágyók. Ez egy karácsonyi mécses tartó, és akkor üvegfestéssel készül a karácsonyi motívum. Ezen az oldalon egy gyertya, itt pedig egy harang fog rajta lenni. Most egy kis mécses tartót festegetünk, kis asztali mécses tartót, jó lesz ajándékban. Bárkinek szívesen odaadjuk, amit készítünk. A kézműves foglalkozás résztvevői számos ünnepi apróságot készítettek az elmúlt hetekben. A múlt héten egy újfajta ajtókopogtatót, az egy képkeret formája volt, és akkor az egyik oldalán ilyen piros bogyós fagyal volt rajta, és akkor egy manó figura volt beleültetve. Akkor előtte adventi koszorút készítettünk. A résztvevők nem csak a foglalkozásokon ügyeskednek, otthon is kamatoztatják az itt megszerzett tudást. Gyakorlatilag itt az ömennyugdíjasok vagyunk, és hát mindnyájan otthon is tevékenykedünk, mert például ezt én itt a lányoknak készítettem otthon. Ilyen kis zsák, és saját kertemből van benne a levendula. Úgyhogy ilyen kis illatzacskót kap mindenki, aki jön. Úgyhogy otthon is mindenki csinálja. Szerintem nincs olyan, aki csak itt kreatívkodik, hanem otthon is. Ajtódíszeket csináltunk, fontunk, ágakból, termésekből, általában ilyenekből készítjük, rendes termések, úgyhogy nem ilyen mű dolgokból, dobozok, bogyók, fagyalok, ezekből állítjuk össze. A lakásdíszítő foglalkozásnak már több éves hagyománya van a Munkás Művelődési Központban. Ez most már több éves hagyományra tekint vissza, 7-8 éve vagyunk együtt a lányokkal. Ez kimondottan felnőtteknek szól, és most éppen a záró foglalkozásunkat láthatják a kedves nézők és ti is. Kovács Rózsa hozzátette, a résztvevők rendkívül fogékonyak a kreativitást igénylő apróságok elkészítésére. Az élő példa az, hogy a kemény magot láthatjátok itt mögöttem. Én a vezetői posztom mellett ez az egyetlen egy klub, amit nem voltam hajlandó leadni, eladni, kiadni bérbe. Őket nagyon szeretem, nagyon dolgosak, nem fiatalok vagyunk itt, tehát nem kimondottan a tinédzser korosztályé, hanem ez az érett nők klubja, én így szoktam mondani. És most már nagyon sok éve összeszoktunk, nagyon jól együtt dolgozunk, ünnepeljük az ünnepeinket, most éppen karácsonyozunk, majd úgy látom süteményeket hoztak a lányok, ajándékokat készítettek egymásnak. Úgyhogy a szívem csücske csapat az a lakásdíszítő foglalkozás. Kovács Rózsa hangsúlyozta, közösen döntenek arról, hogy miket készítenek el, de általában ő az ötlethozó. Általában én hozom az ötletet. Szoktam én a lányokat kérdezgetni, hogy mit szeretnének, hogy szeretnének, de ebből még nem olyan önállóak. Tehát 7 év alatt nem jutottunk előre annyit, hogy valaki azt mondaná, hogy ezt vagy azt szeretném megtanulni, vagy nézzük meg. De ez a másik szempontból meg nagyon jó, mert általában elfogadják az ízlésemet, elfogadják az ötleteimet, a technikákat, amiket én előtte héten megtanulok, vagy próbálom megcsinálni és megmutatni nekik, és hála Istennek bíznak bennem, és így könnyebb a dolgom. A kézműves foglalkozások 2016-ban is folytatódnak, és számos ötlet megvalósítására adnak lehetőséget minden alkotni vágyónak. Az ünnepi időszakban jelentősen megnő a lakástüzek száma, ugyanis az ünnepi dekorációk súlyos veszélyforrást jelentenek, azonban egy kis odafigyeléssel megelőzhető, elkerülhető a baj.
égnek a gyertyák ezen az adventi koszorún, amely a karácsonyfa és a különböző ünnepi dekorációk mellett súlyos veszélyforrást is jelent. Az ünnepi időszakban ugyanis jóval gyakoribbak a lakástüzek, azonban ezek apróságnak tűnő odafigyeléssel elkerülhetőek. A gyertyákat olyan stabil helyre rakjuk, ahol nem dőlhetnek fel. Helyezzünk alájuk fém vagy hőálló tálcát, a közelükből pedig minden gyúlékony anyagot, textíliát, függönyt távolítsunk el, az égő gyertyát pedig soha se hagyjuk felügyelet nélkül. A karácsonyfán semmi esetre se gyújtsunk gyertyát, és a csillagszórók használatát sem javasoljuk. A fenyő díszítése során a lámpafüzér kiválasztásánál pedig ellenőrizzük a terméken a minőségbiztosítási úgynevezett CE jelölés feltüntetését. A rossz minőségű jelöletlen termékek az áramütés és a tűzeset lehetőségeit is magukban hordozzák. Tudni kell, hogy a karácsonyfák gyúlékonysága napról napra fokozódik, figyelmeztet Szabó Bisztric Anett, a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Mert a kiszáradt gyantás fenyő már a legkisebb gyújtóhatásra is meggyulladhat, akár egy csillagszóró szikrájától is. A száraz fán nagyon gyorsan, pillanatok alatt terjed a tűz. Éppen ezért a vágott fenyő szárát a lehetőségekhez mérten tartsuk vízben, ezzel ugyanis lelassíthatjuk a fenyőnek a kiszáradását. Rendkívül fontos, hogy a különböző karácsonyi égőket, lámpafűzéreket az előírásoknak megfelelően használjuk, illetve éjszakára vagy hosszabb távollét idejére ne hagyjuk bekapcsolva, áramtalanítsuk. Szabó Bisztric Anett hozzátette, az elmúlt év tapasztalatait illetően december 23-a és január 1-e között összesen 10 lakó ingatlanból jelentettek tűzesetet Fejér megyében. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!